Mennyasszonynak ereje, dereje, dereje, eltúlja a hegyeket, a hegyeket, a hegyeket. És azt szeretném nektek bemutatni Gurabi Ágnes barátnőmet. Ő a Korona Igazsága civil csoportnak a tagja. Szeretettel üdvözlök mindenkit! Nagyon sokan gondolom már ismertek minket, mi visszük a civilek részéről a jogi utat, amit ugye a jogászügyvéd nem segít, hogy miért ezt meg kell tőlük kérdezni. De most nem erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy hol tartunk, hogy mi az a helyzet, ami most előállt, amiben vagyunk, amit érzünk. Ezt a Nyírkai Jóslatból szeretném elmondani nektek, Martin Rejotenbrit című könyvéből. A Nyírkai Jóslat szerint itt tartunk. A kertek művelői könnyen vészelik át a nehéz időket, mert más módon se pénz, se posztó. Előrelátó ki kamrát tölt. Az előrelátó banya megálmodja és megépíti boldogasszony nevében Jotengrit köreletét. Épülnek föld alatt, föld fölött. Sehonnai bitang árulók ínségben romlásba döntik a nemzetet. Csak alantas szolgálatok maradnak, égbe kiáltó árulások. Lesznek, kik alattomos ellenséggel fújnak egy követ. Bevezetik a hét tevét, hogy az innen köpköthessen lángot a bikát nyergelő asszonyra. Ebből belviszály is támad, meg külső viszály is. A kostádozó két fia tovább maragodik. A tevét magyar hajcsárai manóbőrét húzzák Krisztus képére, hogy megtévesszék a népet, és aranyra válthassák a félhold csillogását. Ők a kostáldozó, tevét nyergelő fiát segítik, más magyarok meg a másikat. Ketté szakad a nemzet, lángra lobban az ország, a lángot véroltja. Oltalmazó rejtekhelyről gondoskodik, aki hallgat az egekből sugalt igékre. A holdfényes asszony köreveteket épített alattuk rejtekekkel. Kertekben sarjad az új élet. A vándornép keserüli meg ocsúja garázdaságát. Ezeken nagyra nő a rájuk rakott szar. Szítják, tüzelik őket távoli idegenek, akik vizeinket szomjazzák, földjeinket éhezik. Ezek egy része sivatag elől fut, más részük tenger elől menekül. Magyar-magyar gyilkol, de a bika hátáról is idelőnek a hétteve miatt. A nép fele elpusztul. A szomszédok megmozdulnak, de ugrásra kész a zenélő sivatagok tigrise is. A megszeppent maradék ukkót hívja a boldog asszony. Áldanak földnek és égnek vízszerrel, tűzszerrel. Szívben, gondolatban, test és lélek mozdulataival, a nap és a hold járásának ösvényén. Ekkor a magyarok istene őről állítja a zenélő sivatagok tigrisét, és böcsületes alkuval visszakerül, ami visszajár. Újkor veszi kezdetét minden égtáj felé, Jotengrit, az ős tengerek istene nevében. A haragosok megbocsájtanak egymásnak, az irigy örül más szerencséjének, a rátarti nem rázza a rongyot, a közönyös siet segíteni. A jó szomszédság törvénye győzedelmeskedik. A tántosok közös gondolattal kérdezték, így van ehhez megírva, nem lehetne-e másképp? A szellem erre ezt feleli. Megírva semmi nincsen, mert minden megváltoztatható, ha nem fordultok el istenetektől, és megszívlelitek az ősök intelmeit. A jó szomszédság törvényét szeretném így felolvasni nektek, mert nagyon-nagyon fontos gondolatokat tartalmaz. Ez az a régi hit, a régi erkölcsiség, amihez vissza kell térjünk, mert ettől függ az életünk, ettől függ a további létünk, hogy ide vissza tudjunk találni, ami a miénk, és amit elvettek tőlünk. A jó szomszédság törvénye szerint minden szabad, ami nem árt másnak, nem árt földnek, égnek, nem árt más embernek. Erdők vadainak együttléte, erdők törvénye. Mezők vadainak együttléte, mezők törvénye. Vizek madainak együttléte, vizek törvénye. Levegőjég vadainak együttléte, levegőjég törvénye. Emberek együttléte, létezése, ember törvénye. Ne bánts, ne árts, istápolj, segíts.
A jó szomszédság törvényetek nem azt jelenti, hogy ti békésen elvagytok egymással, és nem bántjátok egymást, hanem azt, hogy ha bajban vagytok, akkor segítetek a másiknak, nem hagyjátok ott szó nélkül. Egy egészen más erkölcsiséget alakított ki, ami mára eltűnt. Ez az, amihez vissza kell térnünk. Mert nincsen szolganép, meg úrnép, csak rablók vannak és rablottak, csak nyúzók vannak és nyúzottak, csak megfélemlítők és megfélemlítettek. Jó közben nincsen senki fölül, jó közben nincsen senki alul. Kiki méltó helyén van, tudása szerint. Kiki helyén van, bátorsága szerint. Kiki gazdagabb vagy szegényebb, szorgalma meg szerencséje szerint. Aki fölül van, tipor. Tipor akkor is, ha nem akar, mert fölüljárás, alul lapulás. Jó közben a méltóbb nem fölül van, hanem előbbre. Előjáró, első ember, így mondják. Nem alja meg föle van a becsületes népnek, hanem eleje van, meg hátulja. Ki előjár bölcsességben, tudásban, bátorságban, ügyességben, gazdaságban, van ki hátul kullog vagy elmarad, mert gyarló, ügyben fogyatkozott. Nincs alább való nem, nincs följebb való nem. Ahol szolgaság van a családban, szolgaság van a nemzetségben, ahol szolgaság van a nemzetségben, szolgaság van a törzsekben. Ahol a törzsekben szolgaság van, gúzsba kötve görnyednek a népek, nemzetek. Az ősök által ránk hagyott 7 javaslat és 9 tilalom szerint így kellene élned, ezek voltak a régi tanításaink. Legyen tartásod, melyért kiállsz. Szeresd és kíméld az ég minden teremtményét, a várnivaló barmot, az elejtendő vadat is. Oltalmazd az oltalmad alá futót. Legyenek ünnepnapjaid, melyeken istenekre és ősökre emlékezel, és magadba szállsz elmélkedni a világ folyásán. Ne vidd magaddal sírba tudományodat. Gondod legyen házad népére, atyafiságodra, cselédségedre, minden közre, melynek tagja vagy. Ne kívánd és el se fogad zálogul, fizetségül, feled házastársát, szeretőjét, gyermekét, igavonó barmát, fegyverét, egyetlen hajlékát, létszűke földjét. Ne sanyargasd a kényedre kerültet. Törekedj békére. És a feladatunk innentől kezdve a tömeges ellenállás megszervezése. Mert ez egy intellektuális háború, amit ellenünk indítottak, és ennek alapja a kollektív pszichózis. Ez pedig a félelemkeltéssel, a reményvesztéssel, a zűrzavarral, az ellenmondásokkal, a dezinformációval, a cenzúrával éri el, így terjeszti a propagandát, ami nem másról, mint az igazság eltitkolásáról szól. És nem most kezdték, készültek rá. A törvényeket már 10 évvel ezelőtt úgy alakították, és nem csak a mi kormányunk, hanem mindenhol, hogy a leendő ellenállást le tudják küzdeni. Ezért hozták létre a Facebookot, a Facebook csoportokat, a mozgalmakat, az ügynököket, a besúgókat, a bomlasztókat. Ezekkel érték el, hogy megtörjék az ellenállást. A reménytelenség érzetét keltve, hogy hogyan? Úgy, hogy be vagyunk zárva Facebook csoportokba, ahova az információ se befelé nem jut, se kifelé nem jut. Úgy, hogy nincsenek médiáink, hol vannak a szabad, független médiák, hol vannak a bátor újságírók, akik kiállnak, hol? Hol vannak a jogászok, az ügyvédek, akik nálunk is jobban tudják az igazságot, hogy itt mi folyik és mi történik, hol vannak? Miért nem állnak kiértünk? Miért bújdosnak? Miért lapulnak? Kit szolgálnak ők? A reménytelenség érzetét keltve elvárnak minket az információtól. A megoldás,
mivel a propaganda sikere az igazság cenzúráján alapul, nekünk az a dolgunk, hogy az információt át tudjuk adni. Tehát első és legfontosabb, felejtsétek el a Facebook csoportokat, mert ott csak egymás közt tudunk beszélgetni. Cseréljetek itt és most egymással telefonszámokat, e-mail címeket, adjatok meg egymásnak. Szervezzetek kis gyűléseket kocsmákba, tereken, játszótereken, egymásnál, szalonnasütéseket, ahogy volt régen. Tehát pontosan ezt kell ellenük fordítani, amivel ők ezt elérték, ahova jutottunk. A Facebookból kell kilépni. Vegyétek észre, hogy bezár titeket. Bezár. Elzár egymástól. Szórólapokat kell készíteni mindenkinek, akinek van otthon nyomtatója. E-mailben. Messenger, nem messenger, e-mail csoportokat kell létrehozni, mert ott nem tudnak korlátozni, ott nincs cenzúra, ott át tudod küldeni az információt a másiknak. Mit akarnak ezek megakadályozni? Azt akarják megakadályozni, amitől a legjobban félnek. És mitől félnek a legjobban? Attól, hogy összefogunk, attól, hogy ki tudunk lépni a cenzúrájukból, attól, hogy megtaláljuk és megfogjuk egymás kezét, és tudunk kommunikálni egymás közt is és kifelé is. Tehát nekünk ez a dolgunk, hogy ezt megtegyük, mert ettől rettegnek a legjobban. És ezt úgy lehet megoldani, hogy kampányokat szervezünk, figyeljetek el a honlapokat. Van egy pár független szabad honlapunk, ilyen a Nemzeti Hírháló, a Magyar Megmaradásért, az Orvosok a Tisztánlátásért oldal, a Honhír honlap, a médiaforrások oldal, ezeket kell figyelni. Ezeken feltölthető módon ott lesznek panaszok és beadványok, amiket mi és mások is írunk. Most már nagyon sokan rájöttek, hogy nem csak a képviselő adhat be az ombudsmanhoz panaszt, és nem csak egy képviselő adhat be AB panaszt, hanem igen, mi is megtehetjük. És ebben most már tudunk egymásnak segíteni. És kampányokat kell szervezni, és fogunk is a honlapokon keresztül ilyen kampányokat szervezni. Van otthon mindenkinek nyomtatója? Kinek van otthon nyomtatója? Emelje fel a kezét! Nagyon helyes! Már is megoldottuk az országos terjesztést. Csak egyetlen egy dolgotok van. A Facebookon, a csoportok, arra használjuk, amire való. Ott lesznek benne az információk, hogy melyik honlapról, mikor, mit kell letölteni, kinyomtatni, és kinyomtatod szórólapban, csinálsz 10-et, 20-at, 100-at, ki mennyit tud, és szétosztod. És így juttatjuk el az információt azokhoz, akikhez most azt hiszik, hogy nem tudjuk eljutatni, de csalafinták vagyunk, és túljárunk az eszükön, és eljuttatjuk hozzá. A jogi úttól attól retteg a kormány, mert ők arra számítanak, hogy mivel elzárták, megijesztették, vagy megfélemlítették, nem tudom, az ügyvédeket, jogászokat, azt hiszik, hogy nem segítenek nekünk. Tévednek, mert azért a háttérből egy-kettő súg, és vagyunk egy páran, akik jóformán jogásszá képeztük magunkat, mert muszáj volt, mert kellett. És olyat is, és olyanokat is megcsináltunk, hogy az ombudsman az első panaszunkra, a diszkrimináció elleni panaszra adott egy olyan állásfoglalást, amiben kifejtette, hogy kötelező oltás esetén alapja korlátozható. Mit csináltunk? Megcáfoltuk. Írtunk egy petíciót, amiben betűről, de szóról-szóra, mondatról-mondatra megcáfoltuk az állásfoglalását. És pofátlanul elküldtök neki postán egy petícióba. De hogy biztosak legyünk a dolgunkban, az alkotmánybíróknak is elküldtük. Tanuljanak! Nem vagyunk ostobák! Merni mondani az igazságot, mert a tömegpszichózisnak csak így tudunk véget venni. És ehhez föl kell állni az egészségügyiseknek, fel kell állni a szülőknek, a tanároknak, mert amit ők tudnak, az egészségügyisek főleg, ha nem merik megtenni, ha nem állnak ki, akkor mindenkit benne hagynak a bajban. Ha megteszik, magukat is mentik, és nekünk is segítenek. Nem kellenek az ő jelölt vezérek,
megmutatta ez a rendezvény is, előtte a többi is, és utána még lesz sok rendezvény. Nincs szükségünk az önjelölt megmondó emberekre, akik mögött nincs senki vagy semmi, vagy csak beépített ügynökök, de csak beszél, és nem mond semmit, nem ad nektek kézzelfogható megoldást, nem tesz le az asztalra semmit, csak beszél, de miről? A semmiről. Jó példa erre az alkotmányos ellenállás, amin én csak nevetni tudtam, de komolyan mondom, aki ezt elhiszi, úgy álljunk ellen alkotmányosan, hogy nem állunk ellent. Erre nem tudok mit mondani. Tanuljuk meg felismerni magunk közt azokat az embereket, akik követhetők, és ezeket mi magunk emeljük ki magunk közül, és kérjük fel őket, hogy legyenek a mi előjáróink, akik valóban a mi érdekeinket fogják képviselni, és már megérdemelték, mert ők már valakik, és kérjük meg őket, hogy ők vezessenek minket. Mert ebben a háborúban, mert ez egy háború, és ebben a háborúban itt nekünk hősökké kell válni. A hős útja, a felismerés, a démonok és a félelmek legyőzése, és az útmutatás. Legyünk hősök, legyetek hősök, merjetek hősök lenni, felállni, elindulni, megtalálni egymást, megtalálni az utat, és kimondani az igazságot, mert ez a mi feladatunk. Mi vagyunk a hang, a szabadság és a remény gyermekei. Nekünk kell bátornak és erősnek lenni. A mi feladatunk fáklyaként világítani és mutatni az utat, ami kivezet innen, és amihez mások is csatlakozhatnak, hogy együtt győzzük le a sötétséget. Kelj fel, indulj, és ne félj a hősök útjára lépni. Emeld fel a fejed, nézd büszkén az égre, mert téged csak az Isten kényszeríthet térdre. Még annyit szeretnék elmondani nektek, hogy a Vajdahunyad váránál, amit megfogalmaztunk, koronaigazság a civilek és egészségügyi dolgozók, akik ott voltak, és Pus doktor is jóváhagyását adta rá, 7 pontos követelésekből készült egy petíció, amit most ide elhoztak nekünk, és ott a hitelkárosultak sátorban el lehet olvasni, és aki szeretné, aláírhatja. A továbbiakban a Citizengóra sikerült föltenni a honlapokon keresztül, amiknek a nevét említettem. Ott fogjátok találni a linket, ahol interneten is alá tudjátok írni. Kedves magyar emberek! Nagyon sajnálom, hogy e pillanatban nem léphetek a színpadra, és csak így hangüzeneteken keresztül tudok szólni önökhöz. Azonban kérem önöket, hogy a képi varázslat elmaradása ellenére legyen velem a figyelmük, mert nagyon-nagyon fontos dolgokról fogok beszélni. Tudom, hogy mindenki kíváncsi a jövőre, és szeretne támpontokat kapni az előttünk álló időszakra. Erről szeretnék önöknek beszélni. Noha mi régóta mondogatjuk, de ma már saját szemükkel is látják, tapasztalják, hogy valami megváltozott. Irreális és abnormális irányt vett az emberi élettér. Elembertelenedés irányába halad minden. Az összes szociális ágazat csak vegetál, és most már az oktatás és az egészségügy is leépülőben van. A tudomány meghazudtolja saját elveit, és a politika sem más, mint minden józan logikát nélkülöző propaganda. Vagyis minden téren fejére állt a józan ész. Az őrület addig fajult, hogy már az emberek puszta léte is veszélybe került. A világ nagyfiúi, zárt férfi klubok és páholyok füllett termeiben kitalálták az emberiség jövőjét, s amíg önök dolgoztak, alkottak, észre sem vették, hogy eközben kihúzzák önök alól a talajt. Nagyon nagy a baj, és ez bizonyos értelemben jó, hiszen ez vezetett el az emberiség felébredéséhez. Noha nagyon igyekeztek láthatatlanok maradni, a magabiztosságuk lesz a vesztük. Ugyanis az emberek legalább egyik felére nem hat az agymosás. Másrészt az emberek látják, hogy minden az elembertelenedés irányába halad. Az internet is kétélű fegyverré vált a mostani időszakban. Kicsivé vált általa a világ, de még nem működik jól a digitális póráz. Rohamléptekkel dolgoznak rajta.
Ez számukra a kritikus időszak, amit úgy akarnak áthidalni, hogy korlátozzák az adatforgalmat, az információ áramlást ember-ember között is, és akadályozzák minden területen, ahogy csak tudják. Másrésztről nincs szükségük az idősebb korosztályra, mert ők még tisztában vannak a folyamatokkal. Nincs szükségük az értelmiségre, mert ők releváns módon beleszólhatnak a folyamatok alakításába. Nincs szükség azokra a fiatalokra sem, akik mostanra felszedtek egy kultúrát. Most csak a nagyjából 12 év alatti értelmes gyerekekre van szükségük, mert őket még lehet úgy formálni, ahogy akarják. Belőlük még lehetnek jó janicsárok, jó transzhumán egyedek. Bizonyos fajokat, fajtákat ki akarnak teljesen nullázni. Igen, itt Magyarországon a cigányt is. Első körben ajnározták és pozitív diszkriminációban részesítették őket, hogy bomlasszák, gyengítsék a társadalmat. Elvégeztették velük a piszkos munkát, de amint elvégezték a feladatukat, nincs már rájuk szükség. Értik, kedves cigányok? Önök évszázadokig jól működtek a vajda rendszerben, és békésen éltek együtt a magyarokkal. Egy ideje ez is felbomlott, mert a társadalom kotyvasztók úgy akarták. Már csak a civakodás és gyűlölködés megy. Ennek semmi értelme. Minden népre, minden nemzetre szüksége van az életnek. Természetisten anyánk a sokszínűséget és sokféleséget kedveli. Ha nem így lenne, csak néhány fajta élőlény létezhetne. Az orvosokat megvették, egzisztenciálisan megfenyegették és hallgatásra kötelezték, hogy ők is álljanak be elvégezni a piszkos munkát. Amint elvégezték a szerepüket, attól kezdve már rájuk sincs szükség, ahogy a tanárokra, a hivatalnokokra és más értelmiségiekre, tudósokra sincs. Hiszen évtizedek óta elszívják tőlük az agyukat, a tudományukat, hogy ebből felépítsenek egy mesterséges intelligenciát. Mert hiszen a mesterséges intelligencia bárkit bármit helyettesíthet, sőt, még a létrehozóikat is. A háttérhatalom szövétnekébe bekötött, vagy egyszerűen megzsarolt vezetőkön és a katonaság és egyéb rendvédelmi erők megfélemlítő erejének bekapcsolásán keresztül érték el, hogy teljesen törvénytelen módon oltási feltételekhez kössenek bizonyos munkakörök munkavégzést. Ezért kellenek a kórházakba és az utcára a katonák. No, de ezt már mind tudjuk. Sokan fognak is erről még beszélni, ezért rátérek a kiútra. Az előttünk álló korszak a gyökeres átalakulásé lesz, és erre fel kell készülni minden vonatkozásban, mert a szerencse szereti a felkészülteket. Tudomásul kell venni, hogy már soha többé nem lesz az a pazarló és istentelen világ, amelyet magunk mögött hagytunk. Ugyanakkor az emberiség még sohasem állt ilyen súlyú válaszút előtt, mint most. És most vonalat kell húzni, és ki kell jelenteni, hogy elég volt. Mi nem ilyen életet akarunk, és nem azt a világot akarjuk élni, amit őrült milliárdosok álmodtak meg nekünk. Mindenki embernek születése okán és jogán rendelkezik az önrendelkezés jogával. Természetisten anyánktól kaptunk mindent, mindent, az őrült milliárdosok is. Ők is a természet törvényei alá tartoznak, mert az ő repülőjük is lefelé esik, és ők is megbetegszenek és megöregszenek, akármennyire is szeretnék az ellenkezőjét. Természetisten anyánk előtt egyenlőek vagyunk. Így minden embernek, minden népnek, nemzetnek Istentől származó joga, hogy eldöntse, miként szeretné berendezni a társadalmát. Az elmúlt időszakok társadalmi berendezkedései nem illeszkedtek a természet szakrális rendjébe, és ezért időről időre lehanyatlottak, és jött az új és újabb, de amelyek megtagadták a természet avulhatatlan törvényeit, mind elbuktak, ahogy ez a mostani is bukásban van. S mivel az az utópia, amelyet az emberiségre akarnak erőszakolni, még messzebb áll a természettől, ezért csak két út áll előttünk. Vagy hagyjuk, hogy a milliárdos nagyfiúk terve megvalósuljon, és hagyjuk, hogy az embert transzhumán kiberlényé alakítsák, vagy a kezünkbe vesszük a gyeplőt, és a természet rendjével összhangban álló társadalmi berendezkedést választunk. Ezt az őrületet csak úgy lehet megakasztani, ha visszanyúlunk az ősi erényekhez, az igazsághoz és az egyetemes jóhoz. Ez nem vallás,
nem dogmatikus okoskodás, hanem egy olyan rendező elv, amely egyáltalán elhozta az emberiséget ebbe a korba. A távoli múltban ara békességnek, vagy aranita erényeknek nevezték, később szkíta erkölcsnek, még később Szent Korona értékrend volt a neve. Azonban az elnevezések mindegyike egy szilárd morális alapot jelent, amely a megbízhatóságról szól, mert az együttélés alapja a bizalom. Bíznom kell a buszsofőrben, a pilótában, a szakácsban, az építészben, hogy a munkáját, a feladatát jól végzi, és az életemet rábízhatom. Napjainkban éppen ezt a bevésődött emberi vonást aknázzák ki. Az emberek hisznek azoknak az orvosoknak és úgymond szakértőknek, akiket azért vettek meg, hogy elhitessék az emberekkel az ő meséjüket. Csak hogy a közvéleményt egy olyan politikai grémium alakítja a médián keresztül, amelyet kilóra megvettek. A vallások is eladták a lelkeket. Ezért már nincs politikai, de vallási megoldás se. Már csak a puritán természeti elvek, azaz a szakrális lételvek maradtak. És ezekhez lehet és kell visszatérni. Most elérkezett az önök ideje, és most önökön átlagembereken fog múlni a jövő. A jelenlegi helyzet annyiban más, mint valaha volt, hogy önöknek elő lett készítve a terep. Önök mögött van egy tiszta eszme, a szakrális Magyarország eszménye, amely az egyetemes jóból származik és a józanságot követi. Önöknek van mankójuk. A tiszta úton a személy szinte lényegtelen. A szemét el lehet lehetetleníteni, el lehet pusztítani. De az eszmét, az eszményt nem lehet elsöpörni, mert amint találkoznak vele, a szívükbe oltja magát, és követni akarják. Akik eddig megismerkedtek vele, ha csak nem volt más egyéb hátsó szándékuk, szerelmesek ebbe az eszménybe. Úgy érzik, hogy igen, így kell élni. Ez az élet, nem a GDP hajhászás és a mágnások szekerének pakolása. Minden váltásnak vannak vesztesei és nyertesei. Most azonban az eddig semmibe vett és kisemmizett többség lesz a nyerő. Most először életükben valóban bízhatnak az útban, bízhatunk az eszményben, mert most először mondják önöknek azt, hogy csak önökön múlik. És hogyha ki akarnak törni ebből az immáron elviselhetetlenné vált kelepcéből, akkor megtehetik. És egészen bizonyos, hogy nincs vesztenivalójuk, mert csak nyerhetnek. Visszanyerhetik az életüket, az emberi méltóságukat, a jövőjüket. Most van az a pillanat, amiről a proféciák szóltak, miszerint a magyarok fogják megmutatni a világnak a kivezető utat. Ez az út elő lett készítve önöknek, és tényleg csak a hitükön, az összefogásukon és az elszántságukon múlik a jövő, és nem csak a magyarság jövője, hanem az egész emberiségé is. Nem kell háborúzniuk, nem kell véres csatát vívniuk, egyszerűen csak egy szellemi-lelki egységbe kell rendeződniük, és passzív ellenállással meg kell mutatniuk a jelenlegi rezsimnek, hogy nem tűrik tovább a terrorizálást. Amint ebben a szeretet egységben cselekszenek, akkor a váltás úgy fog végbe menni, mint kés a vajban. Az egész világ forrong. Mindenhol, mindenkinek elege van. De nekik nincs eszme, amit követhetnének. Ezért önöknek kell előre menni és megmutatni más népeknek, hogy milyen egyszerűen le lehet tudni a múltat. Higgyék el, ha az emberek lelke összeforr az egységben és szeretetben, akkor legyőzhetetlenné válnak, mert az életük minden pillanatában a közös cél megvalósításán fognak dolgozni. S amikor ezrek, százezrek és milliók dolgoznak egy ügyön, egy ügyért, akkor nagyon gyorsá válik az előrehaladás. Úgyhogy most megkérném önöket, hogy szakadjanak le a megélhetési spirituális tanácsadóikról, pszichológusaikról, vallási ideológiáikról, politikai elköteleződéseikről és az összes pecsenyes ütögetőről, és hallgassanak elsősorban a józan eszükre. Másodszorban ismerjék meg a szakrális Magyarország eszményét, melynek követésével a világ vezető szellemi hatalmává válhatnak. Igen, tudjuk, el kell végezni a mindenféle munkákat is, csak az a nem mindegy, hogy azonos szellemiség mentén, avagy az eddigi tudati összevisszaságban történik.
eddig azért nem tudott szárba szökkenni semmiféle komoly változtatási szándék, mert nem volt mögötte a kristálytiszta, érdekmentes rendezőelv. Most van! Ezért kérek minden egységet hangoztató, de valójában pecsenyesütögető csoportvezetők, hogy üljenek le az augusztus 15-én átadott békesség asztalához, és jussanak konszenzusra. Az emberek egységre, harmóniára vágynak, és ebben leginkább a különféle csoportosulások egymás elleni kampányolása képez akadályt. Amennyiben nem képesek dűlőre jutni, akkor nincs is rájuk szüksége a népnek, mivel maga a szakrális Magyarország eszményének egységes akarása is összefoghatja a nemzetet. Másrészt jönnek az újak, tiszták, akik valóban önzetlenül a közjót akarják szolgálni. Kedves mindenféle spirituális és egyéb csoportok vezetői! Értitek? Felfogjátok, hogy a népnek csak annyira van rátok szüksége, amennyiben egy követ fújtok, és az egységet és a békességet szolgáljátok? A nemzet régóta türelmes, de most már elegük van a vitatkozásaitokból, az eszmei háborúskodásból, hiszen már a vak is látja, hogy csak a kis bizniszeitek körül forogtok, és kenyérféltő hisztériakeltések között örlitek porrá a népet. Mondatokon, pontokon, hangsúlyokon vitatkoztok háborús helyzetben? Akik ilyen helyzetben nem az egység felé mennek, szimpla népárulók. Ebből elég, annál is inkább, mert a mostani helyzet sorsdöntő. Az eszme rendelkezésre áll digitálisan, PDF-ben, vagy a www.sacraveritas.com oldalon, valamint a helyszínen is van valamennyi nyomtatott verzió. Tudjuk, hogy szükség van a vezető egyéniségekre, ezért hívjuk, várjuk azokat a tiszta lelkű, magas szakmai felkészültségű, aktívan cselekedni képes embereket, akik őszintén akarják képviselni az eszmét. Hölgyek, ébredjenek, mert hangsúlyos szerepet kapnak a jövő kialakításában. Embert próbáló időszak előtt állunk, de ha az emberségből és összefogásból jelesre vizsgázik a magyar nemzet, akkor minden a legjobbra fordul. Méghozzá olyan rövid időn belül, hogy nem is álmodták volna. Nem sok mást kell tenniük, mint kiiratkozni ebből a rendszerből, és az új állam állampolgárságát felvenni. Onnantól odafizet adót és TB-t, ahova akar, de azért tudnia kell, hogy a szakrális Magyarország az életet támogatja, és legfőbb mérőszáma nem a GDP, hanem a teljes és tökéletes életindexe, ahol az ön létminősége a mérőszám. A mai felszólalóktól hallhatnak még több információt a szakrális Magyarországgal kapcsolatban. Sok erőt, hitet és kitartást kívánok önöknek, az egységben, szeretetben készüljenek egy jobb világra. Áldás az igaz úton járókra! Ismét egy nagyon fontos előadás következik. Szeretném nektek bemutatni Lakatos Mónika barátnőmet. Ő vegyész, és a Női Összefogás közösségnek a képviselője. Ennek a rövidítése a nők, és előadásának a címe az az, hogy kezdjetek el élni. Szeretettel üdvözlök, féltő szeretettel üdvözlök, de közben bizalommal minden itt megjelent igaz magyar embert. Hát azt gondolom, hogy legelőször is önök ti érdemelnétek egy tapsot, hogy délóta itt álltok és hallgattok bennünket, és azok is, akik itt a színpad mellett vannak, és olyan hangzavar van itt fönt az ő beszélgetésüktől, hogy alig hallom magamat. Ki kell tartanunk. Igazából ez egy olyan helyzet, amikor minden áron embernek kell maradnunk. Mondjuk ki most, hogy valójában mi, ami közös nevezőnk. Az emberségünk.
a cselekvő szeretet. És az, hogy mi nem engedjük, hogy az összetartozásunkba bárki beleköpjön. Én a női összefogás közösséget képviselem, aminek, hogyha veszem azt, hogy ez egy mozaik szó, akkor nők a rövidítése. És azért hoztuk létre, hogy a nők között keressük meg, találjuk meg közösen a közös nevezőt. És ez az, hogy gyermekeink élhető jövőjéért kell dolgozzunk. Asszonyok, én azt gondolom, hogy eljött az ideje annak, hogy valóban nőként a sarkunkra álljunk. Önök tudják, hogy a magyarságért nagyon sokan dolgoznak, nagyon sokan tesznek, de valójában mit tudtunk elérni az elmúlt időben? Ma már tudjuk, hogy nincs politikai megoldás. Ma már azt is tudjuk, hiszen természetisten anyánk is hozza az árvizeket, tájfunokat, mindenféle katasztrófának lehetünk tanúi, hogy már az Isten is megunta ezt az embertelen minőséget. De mit tehetünk mi? És mi ennek az oka? Valójában az, hogy kibillentünk az egyensúlyunkból. Valójában az, hogy a Tóra hátán egy népség fölmászott a világ tetejére, és több ezer éve szennyezi a mi tudatunkat. Ma már azt sem tudjuk, hogy mi a magas erkölcs, vagy csak sejtéseink vannak rajta, róla. Spirituális vezetőink vannak, akik, most bocsánat, tisztelet a kivételnek, megélhetési táltosocskák, gurucskák, és a szakralitáshoz ma már nem sok közük van. Mindenki félti a megélhetését. És itt szeretnék önöknek egy alapszót elmondani. Csaba, amikor hívott bennünket, akkor emlegette nekünk a Világ a színfalak mögött című könyvet Julius Andantól. Én tényleg mindenkinek ajánlom, hogy legalább hallgassa meg, mert akkor végre kiderül számunkra, hogy honnan fúj a szél. Valójában belőlünk, valójában tőlünk. Mert hogy mi irányítja a világot? A tekintély. Amit mi tekintélynek nevezünk, ami mögé mi odaállunk, az bennünket megkaparint. Önöknek, nekünk. Mi az az eszmény? Mi az a tekintély, ami mögé odaállunk? Itt Bertalan Attila és a többiek is sokszor elmondták, hogy hát a legfontosabb az eszmény. És menjünk, és 3 nap alatt váltsunk rendszert. De milyen eszményről beszélünk? Föltették önök a kérdést, hogy holnap után, 3 nap múlva, ha rendszert váltunk, mire váltjuk át? Én értem, és teljesen el tudom fogadni, hogy az a politikai elit, aki most jelenleg az országot irányítja, elfogadhatatlan. Nem magyar emberek, nem értünk vannak. De valójában mi is az oka ennek az egésznek? Valójában a tudatlanságunk. Az, hogy nem tudjuk, hogy ők gyakorlatilag senkik ebben az országban. Még az is lehet, hogy ez az ország nem is létezik. Hiszen mi is ad egy országot? Adják az állampolgárok, adják az emberek, az emberek között pedig egy szerződés, amit egymással kötnek, és az államhatalommal. És úgy kötik meg, hogy ha valaki nem tartja be azt a szerződést, akkor az a szerződés azonnal felbomlik. Ezt a szerződést hívják emberek egyszerűen alkotmánynak. Mindenki alkotmányozik, de nem mondják el, hogy mire való. Arra, hogy megmondjuk, hogy hogyan szeretnénk élni, és mit várunk el az államnak a vezetésétől. Nyilvánvaló számunkra, hogy ma már a demokrácia megbukott. Azokból a rendszerekből, amik az elmúlt 6000 évben működtek, még itt beleértem egyébként a feudális királyság formáját is, abból a mai kor embere nem kér. De akkor mégis merre menjünk, mit válasszunk? Hát először is azt kell mondjam, hogy
önmagunkat. Önmagunkat, és nézzük meg, hogy kik vesznek bennünket körül. A magyar ember az nem azt a judeo-keresztények által vallott ne ítélj, hogy ne ítéltes gondolatiságot vallja, amit próbálnak ránk kényszeríteni, hanem az igazságot. Tehát mi igenis tudjuk, hogy ki a gazember és ki az igaz ember. És mi az igaz emberekkel tudunk csak közösséget vállalni, velük szerződést köthetünk, a gazok pedig maradjanak a saját játszóterükön. Kedves emberek, nem tudom, hogy önöknek mi a véleménye, de nagyon elgondolkodtató, hogy akár a pártpolitikában, az országházban, akár a különböző vallások templomaiban, micsoda kabaré zajlik jelenleg. Még a papok is félelemben tartják az embereket, és azt mondják, hogy vakcináztassatok, oltassátok be magatokat, egyébként ne féljetek, de oltassátok be magatokat. A politikusok szintén becsapnak, egy kis vitamin injekciót magukba szurkáltatnak, és bennünket pedig arra ösztökélnek, ahogy itt az előttem szólók is mondták, hogy a következő nemzetéket is írtsuk ki, mivel nem számoltak. Nem számoltak a nőkkel, nem számoltak azokkal az anyákkal, nem számoltak velünk, akik tudjuk, hogy mi az életnek a továbbadásáért felelősek vagyunk Isten felé, és magunk felé is, és ezt nem fogjuk hagyni. És azt kell mondjam önöknek, hogy erről a játszótérről, ebből a cirkuszból nekünk ki kell tudni jönni. És egy életteret kell magunknak teremteni, egy olyan életteret, amiről a proféciák beszéltek. Két hölgy is volt itt előttem, akik beszéltek Pió atyának a proféciájáról. Lassan a könyökünkön jön ki, hogy az élhető, boldog élet receptjét kellene a világ összes népének a magyarságon keresztül megmutatni. Ki kellene röptetni a magyarságnak a madarát? Hát itt elmondom önöknek, hogy a madár szó mind a mai napig például az asszírban, amelyik rokon nyelvünk, asszonyt jelent. Tehát valójában az asszonyokon keresztül, a nőkön keresztül egy korszakváltásban vagyunk. A boldog élet receptjét nekünk asszonyoknak kell a sarkunkra állva először itt Magyarországon megvalósítanunk. De hogyan? Valójában egy nőn keresztül. A magyar ember mindig is az ősi rend szerint a Szent Korona értékrendről tanúskodik, mindig szakrális hierarchiában, rendben élt. És azt kell mondjam önöknek, hogy én jó magam Szent Korona, hogy is, korona tanácsos is vagyok, még nem vonták vissza a titulusom, és megismerkedtem a Szent Korona értékrenddel, tannal, és az összes olyan magyarországi csoportosulásukkal, akik ennek a királyság modellnek a kibontakoztatásáért dolgoznak. Mind a mai napig nem sikerült közöttük egyetértésre jutni. Ha van egy Szent Korona, akkor miért van X Szent Korona társaság? Ha a magyarságért dolgozunk, akkor miért dolgozunk százféleképpen? Hol van a magyar szellemiség? Önök miért nem kérik számon a magyar szellemi vezető eliten, hogy nem tették még le azt az alapot, amire valójában lehet építeni a társadalomnak a működését? Ha leváltják önök ezt a pártpolitikai rendszert, milyen alapon kívánnának tovább élni? Kik azok az emberek, akik a későbbiekben meg fogják tudni mondani önöknek, hogy milyen alapon érdemes az iskolai oktatást csinálni? Kik azok, akik meg fogják mondani, hogy a későbbiekben, ahol már csak az egészségprevenció lesz fontos, és nem pedig ez a betegségügy, hogyan működjék a preventív egészségügy? Innen üzenem
önök igenis elvárhatják a magyarság felemelkedéséért dolgozóktól, attól a sok megmondótól, aki ma azt mondja, hogy összefogok, de gyertek körém, hogy dolgozzonak össze, és készüljön el végre a magyar nemzetnek, valóban a nemzeti oldalnak az a társadalom mérnöki kreálmánya, az az anyaga, amire valóban rendszert lehet váltani, és ha ez kész van, akkor meg fogjuk tudni csinálni a rendszerváltást. Ugyanis maga az alkotmány, maga a szellemi alap, az már készen van. A magyar szellemiség az ősi rendhez igazodó, avulhatatlan természeti értékek szerinti szellemi tartalom, az elkészült. Biztosan hallottak önök már arról, hogy 5 világvallás volt. Jelentem, 2020. október 10-e óta már csak 1 világvallás van. A pápának az összes nagy világi vallási vezető aláírt. Az ő szellemi anyaguk, az ő világvallásuknak a kánonja, a singularis cellum. Több mint 100 istenség írta alá. Ezzel szemben elkészült válaszként a magyar életkánon. Ilara a múlt évben, akinek a beszédét hallhatták néhány, talán egy órával ezelőtt, kihirdette a múlt évben. Ezt a szellemiséget meg tudják nézni a sacraveritas.com honlapon. Elkerült a világ nagy vallási vezetőihez. Ilara gyakorlatilag jelenleg a világban az új világrenddel szembeni szellemi tartalom kibontakoztatója. Örömmel mondom el önöknek, hogy itt van közöttünk a magyar madár és teszi a dolgát. És önök várnak a csodára? Igen, eddig nem tudhattak róla, mert ezeknek a dokumentumoknak, ezeknek a szellemiségeknek el kellett készülni. De ő az, aki ma, nem tudom mennyire figyelték, még szerdán azt mondták, hogy zuhogni fog az eső és 8-10 fok lesz, aki ma megcsinálta azt, hogy itt jó idő legyen. Ő esőcsináló, az időjárás tudja befolyásolni, és számtalan csodának lehettünk tanúi rajta keresztül, gyógyításoknak, stb. Mert hogy akik mellette dolgoznak, azok megtapasztalhatják azt, hogy a csodák körülötte vannak, körülöttünk vannak. De nyilván, hogy nem lehet tőle kikövetelni, ugyanúgy, mint Jézustól annó Názáretben nem tudott csodát tenni. Én nem szeretném, hogy a magyar nemzet azt a hibát elkövesse, hogy ne vegye észre a szellemi tanítóját. Én értem, hogy sokak kételkednek, de én vegyészként azt tudom önöknek mondani, mérnökként azt tudom önöknek mondani, hogy az a megoldás, az a megoldó kulcs, amit a szakrális szellemi vezetőnk Ilara letett az asztalra, mérnöki pontossággal tudom mondani, hogy nagyon jó válasz az új világrenddel szemben. Az új világrendet mi, magyarok, magyar módra fogjuk tudni megcsinálni. Ezzel nem számolt a háttérhatalom. És hogy mi alapján fog ez elkészülni, erre azt tudom önöknek mondani, hogy úgy, hogy végre az emberek a saját kezükbe veszik az életüket, és a szakrális értékrendhez, a legmagasabb erkölcsi minőséghez visszatérve kijönnek a homokozóból, és megteremtjük közösen az életterünket. Ez egy új ország, amit szakrális Magyarországnak hívnak, és jelentem. Én jó magam kettős állampolgár vagyok. A szakrális Magyarországnak, és ennek a Magyarország nevű cégnek is jelenleg még a tagja vagyok. De rám nem vonatkoznak már azok a szabályok, amik a simán csak magyar állampolgárokra. Én nem egy cégnek vagyok gyakorlatilag az erőforrása, hanem én egy igaz magyar emberként a szakrális Magyarországnak a honpolgára. Én azt kívánom önöknek, hogy önök is éljék meg ennek a szabadságnak minden örömét. És legyünk egységben, erőben. A szakrális Magyarország állampolgárai közül vannak itt jó néhányan, de viszonylag kevesen, mert a többiek teszik a dolgukat. A szerződéskötés folyamatát egy aláíráson keresztül gyakorlatilag fehérgalambos módon ki fogjuk tudni bontakoztatni, hiszen
Miért ne akarnának az emberek normális, boldog életet? Miért ne akarnánk mi nők boldogok lenni, hiszen hogyha mi boldogok vagyunk, akkor boldog a magyar társadalom is. És ennek az a feltétele, hogy a természettel harmóniában élhessünk végre. És ehhez sokan mondják, hogy miért kell szabály. Hát azért kell, uraim, hölgyeim, szabály, mert jelenleg azon a tudatszinten vagyunk, hogy valakiket el is kell számoltatni. Nem a megbocsátás a magyaroké, hanem az igazság. És most ezen az úton fogunk menni. Azt az akut helyzetet, amiben vagyunk most a Covid helyzettel kapcsolatban, mi azt javasoljuk önöknek, hogy töltsék le a Gurabi Ágnes által jelzett honlapokról az Orvosok a tisztánlátásért, a Honhír és a Női Összefogás közösségnek a honlapjáról is azt az ellenállási nyilatkozatot, aminek a vége arról szól, hogy mi el fogjuk számoltatni a felelősöket. És arra kérjük önöket, hogy ezt a hatoldalas dokumentumot papír alapon nyomtassák ki. Ha csak e-mailben küldözgetik, higgyék el, ez az elektronikai rendszer nem alkalmas arra, hogy megóvja az önök információ áradatát, és egészen egyszerűen el fogja felejteni az a világ. Viszont, hogyha papír alapon kinyomtatják, és nem a saját főnökeiknek küldik meg, hanem a környékbeli iskolaigazgatóknak, akitől önök nem függenek, vagy kórházigazgatóknak, vagy bárkinek, és tértivevényesen adják fel, bizonyíthatóan odaérkezik a vezetőkhöz, minden gazdasági társaságnak a vezetőjéhez is. Ezeket a papírokat nagyon szépen kérjük, hogy őrizzék meg, hiszen ezek lesznek a bizonyítékok arra, hogy nem lehet majd azt mondani egyetlen vezetőnek sem, hogy nem tudtam, hogy jogellenesen cselekszek. És bizony, emberiség által elkövetett büntet miatt felelősségre lesznek vonva. Nagyon fontos, hogy most a talpunkra álljunk, és nagyon fontos, hogy most kiálljunk egymásért, de ésszel. Bocsánat, nagyon... kérek, ne haragudj, Mónika, de 6 vagy 7 várakozunk még, és... muszáj voltam egyeztetni a szervezőkkel, ne haragudj, megkérte Csaba, hogy megkérjelek. Légy szíves, zárd le a kicsit hosszúra nyújt előadást, és bocsánat mindenkinek.